Simer Szabolcsal és Hamusi Péterrel beszélgettünk. Gratulálunk a Vas megyei rangadót 4-2-re. Simán abszolváltátok. Milyen volt ez a mérkőzés belülről, és elevenítsük fel a második gólt, azt te szerezted, Szabi. Ja, igen. Hát először is köszönjük a gratulációt, megérdemelt győzelmet adtunk, de úgy gondolom, hogy saját magunknak tettük nehéz ezt a mérkőzést. Sokkal korábban el kellett volna döntenünk ezt a párharcot, ami pozitívum, hogy mikor tudott egyet az ellenfél, akkor tudtunk újítani, és igazából magasztosan nyertünk. A gólomról annyit, hogy előtte már volt egy szabadrugásom, akkor láttam, hogy az épp hogy fölé ment, de láttam, hogy a kapus belépett a sorfal mögé a lövés pillanatában, úgyhogy a másik szabadrugásnál gondoltam, hogy visszarúgom a helyére, és akkor is belépett, és szerencsére gól lett. Hát a te gólod, Cuzu, az pedig egy igazi Halmosi találat volt, nagyon szép cselek is megelőzték, aztán szinte mindenkit átvertél. Ezt tette fel az íre a pontot, szerintem ezzel nyertétek meg a mérkőzést. Hát igen, köszönjük szépen. Gratulálok a csapatnak, de én is ezt gondolom, amit a Szabi mondott, hogy előbb el kellett volna dönteni, benne voltam a mérkőzésben, én is kiadtam jó pár helyzetet, de a csapat erejét mutatja, hogy nem törtünk össze 2-2-nél, hanem rá tudtuk rúgni a gólokat. Gólomra annyit, hogy kaptam egy nagyon nagy zicserpaszt a Barnikától, igazából el akartam emelni a kapus mellett, hál' Istennek sikerült is, igaz, hogy egy kicsit beleért és így bepattant, de én azt gondolom, hogyha nem ér bele, akkor is gól, mert egy kicsit alányultam. Utána rúgtunk még egy 11-es gólt, én is azt gondolom, hogy teljesen megérdemelt győzelem volt, de tényleg így van, hogy a Szabi mondja, hogy magunknak tettük nehézzé. Jó tett a lelketeknek, ugye múlt héten a MOL Magyar Kupában igaz nem voltál itt, Szabi, kiestetek, és ilyenkor mindig jó egy gyorsan jövő mérkőzés, és azon szerzett 3 pont. Most már rendben vagy teljesen? Igen, köszönöm szépen, biztonságokból jöttem le a végén. Rendben vagyok, köszönöm, azért is hagytuk ki múlt héten a kupa mérkőzés, hogy nem akartuk kockáztatni, hogy esetleg rásérüljük a sérülésemre. Úgyhogy ezen az úton kell tovább mennünk gyűjtögetni a 3 pontokat, hiszen egyértelmű a célunk, hogy meg szeretnénk nyerni a bajnokságot. Következő forduló, hogyan készültök? Hát ugyanúgy nyerni szeretnénk, nem is tudom, hol megyünk, szóval Sárvárra megyünk. Hát az tavaly rangadó volt, reméljük, hogy idén nem lesz az. Azt gondolom, hogy a Sárvár azért gyengül, de ellenünk mindenki nyerni akar, akárhol játszunk, beállnak védekezni, ezért nehéz futball ez nekünk. De ahogy a Szabi is mondta, meg akarjuk nyerni a bajnokságot, úgyhogy idegenben is nekünk csak a győzelem az elfogadható. Legyen úgy, és gratulálunk még egyszer.